portugál nyelvű afrikai országok irodalma igazából csak a múlt század vége felé robbant be a köztudatba. Sikerének köszönhető az is, hogy ezek a művek elsősorban azzal foglalkoznak, hogy a 21. században hogyan keresik identitásukat az afrikai őslakosok, azok, akik annak idején ugye még a varázslók közvetítette hiedelmeken nőttek föl. Ez a fajta közvetítés mindenképpen kissé egzotikusnak hat, és talán félelmetesnek is az európai ember számára. Az irányzat egyik jeles képviselője, a kortárs mozambiki író, Mia Couto, aki a könyvön található főszöveg szerint Mozambik történelmét a remény és a mágia metaforájába foglalja. 2008-ban, ahol a szerző dolgozott, 15 fiatalembert küldött ki a vállalat, mint környezetvédelmi felügyelőt, hogy egy törésvonal mentén a geológiai feltárásokra felügyeljen. Veszélyes helyszín volt, 20 ember már emberevő oroszlánok áldozata lett, és ott létük ideje alatt ez a szám 26-ra emelkedett. Vadászokat kellett tehát fogadni egy olyan környezetben, ahol még a mai napig nagy státuszszimbólumnak számít, hogy egy férfi ember elejtette már az első oroszlányát, illetve az ekkora volt. A két hónapos hajszál közben nem csak az embereket kellett védeni az oroszlánoktól, hanem az oroszlánokat is az emberektől, hogy valóban csak a legveszélyesebbeket ejtsék el. A szerző ez alatt, aki maga is részt vett, többször járt a helyszínen, jegyzeteket készített, részint a vadász szemszögéből, részint pedig egy afrikai hiedelemvilágon felnőtt, fiatal, benszülött nő szemszögéből. És a jegyzeteket visszaolvasva társaival rájöttek, hogy sokkal nagyobb baj van itt az emberevő oroszlánoknál, igazából az emberekben lévő oroszlánokkal van a baj. A gyarmatosítás révén a fehér embertől ezek a férfi központú társadalmak hamar eltanulták a hatalmi vágyat, a korrupciót, a hatalommal való visszaélést, és a beteg társadalmak nyomán eddig ismeretlen mentális betegségek léptek fel, és pszichiátriai esetek. Úgyhogy tulajdonképpen az embereket a lelkükben kellene megőrizni. A cselekmény valós eseményeken, valós helyszíneken és valós szereplőkkel folytatódik. Ezekben a társadalmakban, hogyha az ember nem úgy viselkedik, hamar kiveti magából a társadalom azokat az embereket, akiket úgy vél, hogy nem odavalók. Így az oroszlánok áldozatai elsősorban a megerőszakolt fiatal nők, a megunt feleségek és a családon belüli erőszak áldozataiból kerülnek ki. A könyv címe az Oroszlán vallomása. És hadd fejezzem be a történetet azzal, az afrikai közmondással, amit a szerző a könyv címlapjára tett. Amíg az oroszlánok el nem mondják a saját történeteiket, addig a vadászok lesznek a vadásztörténetek hősei.